Az iskolában elérhető sportolási lehetőségeket mutatták be az rinisek az érdeklődőknek szombat délelőtt a Kanizsa Arénában. A beiskolázási sportnap programjaiba a leendő elsősök is bekapcsolódhattak. A létesítmény előcsarnokában pedig a pedagógusok a szülők kérdéseire válaszoltak. A szokásostól eltérően ezúttal nem az oktatási intézmény falain belül rendezték meg a nyílt napot, hiszen az aréna a mérete és az adottságai miatt is alkalmasabb helyszínnek bizonyult Faller Zoltán szerint. Az iskola vezetője kiemelte, a pedagógusai közül is sokan részt vettek az eseményen. Az Rényiben elsősorban a labdarúgásnak, a kézilabdának és a kosárlabdának van régi hagyománya, de ma már az egészségtudatosság jegyében számos más mozgásformát, például a kengút és a modern táncot is kipróbálhatják a tanulók. Azt gondolom, hogy a mozgás koordinációt, mozgásfejlesztés illeti, nagyon sok lehetőség van nálunk. Úgyhogy hát ezt is szerettük volna így bemutatni a szülőknek. És azt is szeretném kiemelni, hogy nagyon sok egyesülettel is jó kapcsolatunk van, ugyanúgy az izzó kézilabdával, a kosaras lánykosárlabdával, a labdarúgással, a Nagykanizsa FC-vel, a futszállal. Tehát azt hiszem, hogy egy bázist adunk azért az Rínyi iskolába az egyesületek számára is. A gyerekek nagyon élvezték, hogy az iskolán kívül is megmutathatták az intézményben tanultakat. Azért szeretek az Rinyibe járni, mert nagyon sok sport van, és a tanárok is nagyon kedvesek. Az én sportom kézilabda, és táncolok is mellette, és a kézit azt azért szeretem, mert labdasport, és én imádom a labdasportokat. A Rinyiről meg csak jót tudok mondani. A szervezők szerint idén jóval többen jöttek el a tematikus napra, mint korábban. Sokan az óvodás gyerekeik nélkül is így tettek, és érdeklődtek a beiskolázásról.